jut eszetekbe arról a szóról, hogy ipari forradalom? Ilyesmik, ugye? 10-ből legalább 9-en, ha meghalljuk ezt a szót, akkor gépekre, műszaki újításokra gondolunk. Pedig definíció szerint az ipari forradalom a technológiai fejlődést és az általa kiváltott gazdasági-társadalmi változásokat egyaránt magába foglalja. Gazdasági, társadalmi és tegyük hozzá környezeti változásokat is magába foglal az ipari forradalom. Biológusként természetesen engem ez az utóbbi érdekel leginkább. Idézzük fel, hogy az ipari forradalomnak eddig 4 szakasza volt. A folyamat a 18. század második felében kezdődött, és a gőzgépek korát először a tömeggyártás, aztán az automatizáció, végül pedig a digitalizáció kora követte. Azt se felejtsük el, hogy az ipari forradalmak elindítottak 2 globális környezeti krízist. A fosszilis tüzelőanyagok égetésével beindítottuk a globális felmelegedést. Ezt szoktuk klímaváltozásnak hívni. Az élőhelyek átalakításával pedig a biológiai létfenntartó rendszereinket roppantottuk meg, és elindítottuk a fajok 6. kihalási hullámát. Mindezeknek az előzményeknek az ismeretében izgatottan rákerestem arra a kifejezésre, hogy 5. ipari forradalom. Elég sokféle véleményt lehet találni, látszik, hogy ez még nem egy kiforrott témakör. Azért az oldalak nagy részén a mesterséges intelligenciáról, az ember-robot vegyes társadalmakról, a kiberbiológiai rendszerekről lehet olvasni. A gondolkodás középpontjában elég erősen a munkaerőpiacok átalakulása áll, az emberek és robotok közötti munkamegosztás kérdése, és persze elég sok szó esik a mesterséges intelligencia kockázatairól is. Egy dologról nem esik egyetlen szó sem. A bolygóról, amin túl kellene élnünk. Úgy tűnik, hogy a biológiai létezésünket veszélyeztető ökológiai válság egyszerűen nem képezi részét a high-tech jövőtervezésnek. Miután a felháborodás hullámai elültek bennem, arra jutottam, hogy vagy mi biológusok is megszólalunk az 5. ipari forradalom kapcsán, vagy könnyen lehet, hogy az ember-robot vegyes társadalmakból tényleg csak a robotok élnek túl, de nem a mesterséges intelligencia lázadása miatt, hanem az élelmiszer, az ivóvíz és az élhető környezet hiánya miatt. Első lépésként visszanéztem az előző 4 szakaszt, és azt, hogy miért ment félre az egyensúly ember és természet között. Eddig minden a növekedésről szólt. Többet termelni, gyorsabban és olcsóbban. Ezt a technológiák fejlődése remekül segítette, ezért minden szakasz több erőforrás, több anyagot, több energiát és több területet használt fel, mint a megelőző. Természetesen ezzel párhuzamosan több hulladékot termeltünk, és nagyobb természetrombolást végeztünk. Ez annak ellenére így maradt, hogy a 20. században elkezdtek erősödni a környezetvédelmi szabályozások is, de legyünk őszinték, nem tudtak igazából gátat vetni a gépek által felpörgetett természetrombolásnak. Aztán az is látszott, hogy a technológiai fejlődés vezérelte a társadalmi-gazdasági változásokat, és nem fordítva. A következményeket és hatásokat teljes körűen, jellemzően utólag mértük fel. Ennek egy viszonylag korai példája az ipari forradalomban világelső London, amely a 19. század második felére az összes halat kipusztította a Temze folyóból. És végül eddig mindegyik szakaszban olyan közgazdasági rendszerekben gondolkodtunk, ami kizárólag az ember számára közvetlenül felmerülő kiadásokat és bevételeket nézte. A munkaerő bérét, az anyag-energia árát, a szállítás költségét, és természetesen a várható bevételt. Azt, hogy a praktikusabb csomagolás kedvéért elszennyezzük az óceánokat, és többek között olyan tengeri állatfajokat mérgezünk, ami a saját élelmezésünk szempontjából is fontos, vagy azt, hogy az esőerdők nyakló nélküli írtásával megroppantjuk a föld csapadékképződési rendszerét, és mi magunk hozunk létre időjárási anomáliákat, ezeket soha nem könyveltük a veszteségek közé. A fejlődésünk minden tovább gyűrűző káros hatását a természet fizette meg, ráadásul a közgazdasági rendszereink számára teljesen láthatatlanul. Ez volt a múlt, de mi a jövő? Az világos, hogyha túl akarjuk élni a 21. századot, akkor az 5. ipari forradalom nem folytathatja azt a természetrombolást, amit az előző 4 véghez vitt. Ez az első lépés az,
hogy abszolút értékben csökkentenünk kell a felhasznált erőforrások mennyiségét. Képzeljük el, hogy minden jövőbeli mérnök a tervezés legelső pillanatától kezdve a szokásos profit számlálón kívül még négy másik mutatót néz. Az egyik a széndioxid kibocsátást méri, a másik a felhasznált energiamennyiségét, a harmadik a felhasznált anyagmennyiségét, a negyedik pedig az igénybe vett földterületek hektárszámát. És a társadalomnak az az elvárása, hogy semmilyen hulladék nem képződhet, és minden mutatónak külön-külön is a bolygó által elfogadható tartományba kell maradnia. Ez a sok szempontú tervezés a 21. század egyik kihívása. És a jövő technológiai nyertesei azok lesznek, akik a számunkra fontos szolgáltatásokat és termékeket a legalacsonyabb ökológiai lábnyommal tudják biztosítani. Aztán az is világos, hogy véges bolygón az 5. ipari forradalom nem a mennyiségi fejlődésről fog szólni, hanem a minőségi fejlődésről. És ebben óriási lehetőségeink vannak. Az ábra a társadalmi gazdasági rendszerek és a természet lehetséges viszonyait mutatja. Az ábra bal szélén, piros színnel az erősen természetromboló, nem fenntartható modellek találhatóak. Mondanom sem kell, az összes eddigi ipari forradalmunk ide tartozik. A 20. században a környezetvédelmi normák erősödésével némiképp csökkent ugyan a károkozásnak a mértéke, de még mindig a piros mezőn belül maradtunk. Pedig vannak más alternatíváink. A fenntartható modellekben a felhasznált és a rendelkezésre álló erőforrások tökéletes egyensúlyban vannak. De az igazán érdekes az ennek a grafikonnak a jobb oldala, a zöld színnel jelzett rész. A helyreállító fejlődési modellekben épp a technológia adja meg az eszközt ahhoz, hogy miközben minden szükségletünk ki van elégítve, annyira kevés erőforrást használunk fel, hogy az így felszabaduló szántóföldel, vízzel a természeti rendszereket tudjuk helyreállítani. Példakép, nézzünk bele két olyan ágazat lehetséges jövőjébe, ami kiemelten fontosak az élővilág szempontjából. Az egyik az élelmiszertermelés, a másik pedig a klímaalkalmazkodás. Amíg ezekben a húsvér testekben létezünk, addig életbevágó volt és életbevágó lesz az élelmiszertermelés. Az élelmiszer alapanyagokat a mezőgazdaságban hozzuk létre, amihez termőföldet használunk, amit a természettől veszünk el. A bolygó szárazföldi területeinek egyharmada szántóföld, és az összes szántóföld egyharmadán nem magunknak termelünk élelmiszert, hanem a haszonállatainknak. Amíg 1 kg rizs megtermeléséhez 2,8 négyzetméter szántóföld kell, addig ugyanennyi marhahús előállításához 326,2 négyzetméter. És miközben mi, emberek, egyre többen vagyunk, nem csak, hogy nem tudunk elvenni több szántóföldet a természettől, de még vissza is kéne adnunk területeket, hogy helyre tudjanak állni az ökológiai rendszereink. Mi lenne hát, ha az állati eredetű élelmiszereket kiváltanánk olyan alacsony lábnyomú élelmiszerekkel, amik ugyanakkor hasonló élményt nyújtanak? Az első ilyen termékeket akár meg is vehetjük, ilyenek például a műhúsok. Pusztán azzal, hogy a burgerünket nem marhahúsból, hanem növényi fehérjéből, például zöldborsó és cékla felhasználásával állítjuk elő, már is jelentősen csökkentettük az igénybe vett szántóföldek mennyiségét, és még csak kiséléptünk a komfortzónánkból. De gondolkozzunk tovább. Mi lenne, hogyha a haszonnövényeink termesztéséhez egyáltalán nem is szántóföldet használnánk? Bevihetjük őket például a városokba. A kanadai Montreal városában vagyunk, de lehetnénk akár Hollandiában is. A Lufa Farms 15.000 négyzetméteres üvegháza egy épület tetején áll. Az zárt rendszer működtetéséhez az energiát napelemek adják, a vizet pedig a csapadékvíz összegyűjtésével és visszaforgatásával biztosítják. Egy ilyen zárt rendszerben nincs szükséges vegyszeres növényvédelemre, mert megfelelő óvintézkedések mellett nem jutnak be a kártevők, bevihetünk viszont számunkra hasznos élőlényeket, betelepíthetünk például beporzó rovarokat. Nem rossz megoldás, de azért a világ összes szántóföldjét valószínűleg nem tudjuk így kiváltani, úgyhogy gondolkozzunk tovább. Mi lenne, ha nem csak szántóföldet nem használnánk a növényeink termesztéséhez, hanem növényeket sem használnánk az élelmiszeripari termeléshez?
A Solar Foods és a hozzá hasonló kezdeményezések, napenergiából származó áram, víz, sók, mikrobatenyészetek és légköri széndioxid felhasználásával állít elő olyan fehérjéket, amelyeket élelmiszeripari alapanyagként tudunk használni. Ez egy olyan technológia, ami nem csak szántóföldet és növényeket nem vesz igénybe, hanem a szószoros értelmében megesszük a globális felmelegedés fűtőanyagát jelentő légköri széndioxidot. Az élelmiszeripar újragondolásával álljunk meg itt. Ellátjuk táplálékkal a lakosságot, ugyanakkor rengeteg szántóföldünk felszabadult, amit visszaadhatunk a természetnek. Adjuk vissza, de hogyan? És mit tegyünk ahhoz, hogy a lehető legnagyobb védettséget szerezzük a klímaváltozás hatásaival szemben? A technológiai fejlődés képesített bennünket arra, hogy robusztusan átalakítsuk a bolygó felszínét, és létrehozzunk teljesen mesterséges és nagyon sérülékeny tájakat. Ez nem valamiféle tudatos tervezés eredménye, egyszerűen opportunista módon használtuk a bolygó fizikai terét. A mindenkori gazdasági érdekeinktől vezérelve beszántottuk, lecsapoltuk, átalakítottuk a korábbi élőhelyeket. Mi lenne, ha megint újra rajzolnánk a bolygó felszínborítási térképét, de ezúttal okosan átgondolva? Ehhez semmi másra nincs szükségünk, mint elővenni a térinformatikai rendszereinket, a tudásunkat a természet működéséről, és egyszerűen visszarajzolni az ökológiai funkciókat a tájba. Egy meredek lejtőn tenyésző erdő és gyep erős gyökérzete megakadályozza a talaj lemosódását. Az erdő hatalmas lombkoronája és a holdfa szivacsként issza fel az intenzív esőket, és megakadályozza a villámárvizet. A táj legmélyebb részein tenyésző vizes élőhelyek betárazzák a felesleges esőt, és asszály idején a párologtatás hűti a környezetet, a szomszédos területeket pedig alulról a talajon keresztül öntözi a felszíni víztest. És mindezek mellett minden négyzetméter, amit visszaadtunk a természetnek, elnyeli és tárolja a légköri széndioxidot. A villámárvizek és a talajerózió ellen természetesen fejleszthetünk műszaki megoldásokat is, de azoknak megint széndioxid kibocsátása, anyagfelhasználása és területfoglalása lesz. Nem logikusabb a természet megoldásait használni, aminek nem csak nincs káros hatása, de még kifejezetten hasznos is a klíma és az élővilág szempontjából? És még mielőtt kialakul bennünk az a vélemény, hogy az erdők és vizes élőhelyek visszaépítése nem elég izgalmas ahhoz, hogy az ötödik ipari forradalom része legyen, vessünk egy pillantást Afrika jövőbeli térképére. Az afrikai nagyzöld fal egy 8000 km hosszú és 15 km széles erdősáv lesz, aminek nem csak az a feladata, hogy megakadályozza a sivatag terjedését. 20 afrikai ország térségfejlesztési, élelmezésbiztonsági és gazdaságfejlesztési programja, ami több mint 230 millió ember számára biztosít majd élhető környezetet a klímaváltozás hatásaival szemben. Ez a jelenkori világunk legnagyobb helyreállító fejlődési projektje. A természet a jövő kockázatkezelésének egyik alapvető eszköze, és amikor a szántóföldeinket vagy épp a városainkat élőhelyekké alakítjuk, akkor tulajdonképpen a minket védő ökológiai pajzsot hozzuk létre. Az elmúlt 200 év ipari forradalmaival példanélküli rombolást végeztünk ezen a bolygón, de még letérhetünk a szakadékba vezető útról. Ehhez viszont az ötödik ipari forradalomnak olyan műszaki és ökológiai megoldásokat kell hoznia, amelyel valóban elérjük, hogy természet, ember és robot együtt alkossanak egy bolygóbarát civilizációt.